A téli szünet utolsó hetében már hagyományosan gyerekzsivajtól hangos a Magyar Kanizsai Könyvtár. A főleg alsó osztályosokból és óvodásokból álló csoportok 5 napon keresztül vehetnek részt különböző foglalkozásokon. Filmnézés, kézműveskedés, játék, meg bábkészítés. Melyik része szokott neked a leginkább tetszeni? Filmnézés. Az idei évben milyen filmet néztek? Ropi naplóját. Kézműveskedés és a vízzel kapcsolatban. Azt kell lerajzolni, hogy mi jut eszedbe a vízről tulajdonképpen. Te mit rajzoltál? Hát, még nem kezdtem hozzá semmihez. A barátnőmnek próbáltam segíteni, de kaptam egy-két jó ötletet. Először majd megtervezzük a bábukat, aztán a történetet kitaláljuk, és aztán elpróbáljuk egy párszor. Mi az idei témájának a foglalkozásnak, és szerinted miért kell ezzel a témával foglalkozni? A víz azért, mert nagyon fontos, és víz nélkül nem működne a világ. A játszóház elsődleges célja, hogy a gyerekek együtt legyenek, jól érezzék magukat, és közben játékosan tanuljanak a szünet utolsó napjaiban. Most törekedtünk arra, hogy egy olyan témát találjunk ki, amely egy kicsit kapcsolódik a környezetvédelemhez, és most a témánk a víz. És a vízhez, hát olykor-olykor lazasszállal kapcsolódnak a foglalkozások, de minden foglalkozás vezetőnk törekedett arra, hogy egy kicsit belevigyék a témájukba a víz fogalmát, vagy esetleg a környezetvédelemnek a kérdéseit meg tudják beszélni a gyerekekkel. De ugyanúgy, mint a korábbi években, 4 helyszínen zajlanak a foglalkozások egyszerre. Tehát az itt jelenlévő, hát most nem tudom megmondani pontosan a számot, de 80-90 gyermeket 4 csoportba szétosztottuk, és 4 helyszínen folynak a foglalkozások. Jelen pillanatban is, ami hallatszik, és filmvetítés van itt a fölöttünk lévő szinten. Ezen a szinten kézműves foglalkozás folyik. Úgy látom, hogy nagy hozzáértése, a túloldalon csapatépítő játékok vannak, és lent a pince helyiségben pedig a bábjátékot készítik elő. Minden gyereknek minden foglalkozásban részt kell vennie, tehát mindig cserélődünk. Azaz hát egy foglalkozás, 4 foglalkozáson vesz részt minden gyerek. A foglalkozások 45 percig tartanak, mint egy iskolai óra. Ebbe kell, hogy beleférjenek, és hát egy kicsit néha erőltetett a tempó, mert nincs szünet köztel. Tehát ahogy cserélődnek a csoportok, csak éppen annyi idejük van, hogy elmenjenek a mosdóba, vagy igyanak egy korty vizet, és aztán kezdődik a következő. A héten még bárki ellátogathat az ingyenes játszóházba, aki kedvet kapott hozzá.